Rock and roll. Üdvözlök mindenkit a Dagadt Fasz kritizálja mások kontentjét egy újabb epizódjában. Nagy nap ez a mai, mivel a nagy nézői nyomásnak engedve a mai videóban nem másról fogunk beszélni, mint a notórius clickbaiter, Minecraft youtuberről, kaktuszról. Sőt, hogy adjak egy kis plusz fűszert a trash formulához, nem csak kaktuszról, de kedves operációs rendszer barátunkról is fogunk beszélni, aki az XP lófasz kurvanya emoji névre hallgat. Nem akartam két külön videót szentelni ennek a kettő darab fiatalembernek, ezért hát a döntés, hogy egy kalap alá veszem őket, és hát az az igazság, hogy sokszor kurvára meg sem tudom őket különböztetni, mivel olyannyira egyforma mind a kettő. Jaj, bassz, meg elfelejtettem mondani, hogy ez a videó csak a szórakoztatás miatt készül, és ne sértődjön meg senki. Hú, bassz, meg most mi lesz? Na mindegy, amúgy is leszarom, hogy a bárkit megbántok. Forogjon a téma! Kaktusz barátunk 2016. május 6-án hozta létre fantasztikus csatornáját, ahol nem sokkal később, nagyon-nagyon sokáig csak Minecraft Let's Play videókat gyártott. Várjunk már egy picit, elfelejtettem a legfontosabbat mondani. Mivel sok gyenge lelkű néző lelkébe tiportam azzal, hogy milyen sokat káromkodok, ezért hosszas internetes keresés után megtaláltam ezt a szemüveget, ami nem csak meggátolja azt, hogy káromkodjak, hanem talán azt olvastam, hogy kicsit jobb fényben fogom látni a cancer videósokat, szóval próbáljuk is fel. Fú, már is sokkal pozitívabban érzem magam. Fasz. Az az igazság, hogy Kaktusz nagyon sokáig nyomatta ezeket a Minecraft Let's Play-eket, és valószínűleg emiatt kezdett el egy nagyobb követőtáborra szert tenni egy bizonyos idő után. De ugye minden jónak vége szakad egy idő után, mint ahogy itt is történt. Mivel körülbelül egy évvel ezelőtt feltöltötte az első Clickcraft videóját. Ó, hogy nem tudod, mi ez a Clickcraft? Hát ez egy új szócska, amit én találtam ki, kifejezetten ezekre a clickbaitelő Minecraft videósokra. Nem mondom, hogy Kaktusz volt az, aki kitalálta ezt a videógyártási formát, viszont valószínűleg nagy szerepet játszott az elterjesztésébe ennek. Ezzel szemben XP már az első videójától kezdve Clickcraft youtuber volt. Mivel a 8 hónappal ezelőtt feltöltött videója azt a címet kapta, hogy így ne csajozzon mesterem C-ben. Valahogy ezek a videósok mindig indokoltnak érzik azt, hogy telebasszák a videót piros kurva nyilakkal, de végül is meg is lett az eredménye a Clickcraft formulának, mivel rá egy hónapra már meg is lett neki a 10k sub, illetve egy hónappal ezelőtt már a 30k-t is sikerült elérnie. De erre majd később még visszatérek. Na de igen, térjünk vissza a témához, hol is tartottam? Ja, megvan, Kaktusz. Szóval Kaktusz az utóbbi időben rengetegszer clickbaitelte youtuberek nevét a nagyobb nézettség reményében. Várjunk már egy percet, vagy az XP volt. Ó, látjátok, bazd meg, nem tudom megkülönböztetni ezt a két szerencsétlen, mindig összekeverem valamiért őket, tehát a faszom. Vagy talán ennek az az oka, hogy mindketten bűnösek pont ugyanabban a dologban. De XP többek között megtalálta már Jerryt, a Hihetetlen Családot, Garfieldot, és még Miriammal is sikerült összefutnia a játékban. Hát én nem is tudtam azt, hogy ennyi hírességgel lehet találkozni a Minecraftban. Tudtam, hogy népszerű a játék, de hogy ennyire? Komolyan mondom, ha ilyen sok kedvencem játszik ezzel a játékkal, mint például Szabi Est is, akkor már lehet, hogy le is töltöttem volna. Tudtátok azt, hogy Kaktusz és a Jutúró srácok nagyon jó barátok? Ez igazából már abból is kiderülhetett, hogy a Jutúró visszatérős videóban, aminek én azóta is várom a folytatását, srácok. Ő volt az a Dani nevezetű srác, akit nagyon eredeti módon megúsztattak a szökőkútban az első snitben. Mikor megtörtént a Jutúró csatornájának a törlése, és mindenki önfelett módon bontotta a pezsgőt, és örült annak, hogy nincsenek többi, érdekes módon Kaktusz nem próbálta megvédeni a barátait. Ezzel szemben kedves operációs rendszer Kománk csinált egy low-key rend videót a témával kapcsolatosan. Nézzük is meg. Mehet a videó! Wow, na ne! Na ne! Eszméletlen irritáló ez a kétszínű színészkedés és a műkáröröm kombinációja. Arról nem is beszélve, hogy borzasztó igénytelen és lusta módja a videóeditálásnak az, amit most a képernyőn látunk. Srácok, ma, szúristen, nagyon nem vagyok felkészülve, de erről a témáról beszélgetnünk kell. Úgy érzem, nagyon megszokott, hogy szokatlan videó lesz, de muszáj beszélnünk erről. Srácok! Jó, nézzünk fel a YouTube-ra, srácok. Olyat láttam és olyat tudok, amit el se hisztek. Képzeljétek el, a YouTube-ró csatornáját törölték.
vagyis hát elméletileg, ugye már páran készítettek róla a videót, és természetesen a hype-ból én sem maradhatok ki. És miért nem maradhattál ki? Szerintem senki nem kíváncsi arra, hogy pont te mit gondolsz erről a topikról, mivel te sem vagy egy szemet sem különb ember. Erre is kitaláltam egy fogalmat, aminek a youtuber vakság elnevezést adtam. Ez igazából annyit takar, hogyha másokat olyan dolgok miatt kritizálunk meg, amiben mi is ugyanúgy vétkesek vagyunk, akkor igencsak youtuber vakságban szenvedünk. Tudom, ez ugyanaz, mint a hipokrita, csak már kezd egy kicsit elcsépet lenni ez a szó általam. Bazd meg! Szóval akkor nézzük is meg, itt is van YouTube csatorna, itt még tök látszódik minden, rákattintunk, és itt kiírja, hogy ezt a fiókot megszüntettük, mert harmadik féltől több alkalommal szerzői jog megsértésével vonatkozó panaszt kaptunk a felhasználó által közzétett anyaggal kapcsolatban. Ez ugyebár azt jelenti, hogy vagy indexkép, vagy videó, vagy igazából profilkép, blablabla, ezt belültetem a fülesembe. Bármi, bármit lekoppintasz, és az eredeti készítő, tervező beperelhet emiatt, mert nem beperelhet, hanem copyright strike-ot tud adni, ami igazából annyi, hogy nem a te dolgod, és akkor beperelnek érte, és akkor három ilyen után pedig törlik a csatornádat, vagyis ezért van itt, hogy több alkalommal, szóval nem egy alkalommal, és hát nem igazából mindenki tudja, hogy a YouTube-ról miket csinált itt a YouTube-on, szóval ez nem meglepő. Elmiszte a faszba. Ó, Istenem. A következő résznél igen vissza kellett fognom magam, hogy ne basszam ki a monitor a tizedikről, ugyanis... Fasz meg, ezt hallgassátok meg. XP megkritizálja a YouTube-ot azért, mert hogy túl sok reklámot raknak a videóba. Tessék, nézzétek! Igazából őszintén, srácok, mint személyek igazából nem volt velük bajom. Én szerintem még a tartalommal se lett volna annyira nagy probléma, ha igazából nem rakták volna tele reklámokkal, és tényleg hasznos, ismeretterjesztő videókat loptak volna, már itt értitek, aminek tényleg lenne értelme, akkor még azt is mondom, hogy ha tényleg nem szereznek belőle pénzt, akkor végül is oktató, vagy legalábbis érdekes jellegű videókat gyártottak, de nem tudták elolvasni a szöveget rendesen, szóval az nagyon jó volt. És még utoljára beléjük is rugott egyet, az utolsó sorral, hogy nem tudták rendesen felolvasni a szöveget. Haver, te meg nem tudsz beszélni. Most nem akarom védeni a YouTube-ról, de legalább azt lehetett érteni, hogy mit mondanak. Neked sokszor meg egy kurva szavadat nem értem. Mondok neked egy tanácsot. Ha kinyitod a pofádat, akkor lehet érteni majd, hogy mit ugatsz. Ez a lecke most ingyen volt, köszönd meg később. Wow. Mondtam nektek, hogy a Clickcraft műfajt Kaktusz segített népszerűsíteni. De igazából nem csak ezt köszönhetjük neki. Vannak ezek a suttogva kiabálók, ami szintén a Clickcraft youtuberekre jellemző. Elég sokan praktizálják ezt a fajta beköszönést. Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és a mai videóban. Na, sziasztok srácok, én is vagyok, és elkezdtük egy újabb videózat. Sziasztok srácok, én Saj 32 vagyok, és köszöntel titeket ebben a mai videóban. Ez történik akkor, hogyha még otthon laktok, és anya nem engedi azt, hogy 2014-es PewDiePie módjára ordibáljatok a szobátokban. Említettem nektek azt, hogy Kaktusznak a 30k meg lehet egy hónap a faszom, mármint XP-nek. Ne haragudjatok, bazzak, de folyton összekeverem őket, mert olyan kurva nagy a hasonlóság, néha már túlzottan is. Szóval XP-nek meglett a 30k körülbelül egy hónapja, és milyen nagy szerencse, hogy pont egy live-ban történt mindez meg. De, és ez egy kurva nagy de, nem is akármilyen hangulatú live-ban tette ezt. Az élő közvetítésnek az volt a címe, hogy vége. Ami arról szólt, hogy csinált arról egy szavazást, hogy hagyja el abba a videózást, mivel a sok troll csak beszól neki, clickbaitesnek nevezi, stb. Ennek elég erősen önsajnáltatás szaga van számomra. Főleg azért, mivel ezek az állítások mind igazak. Egy clickbaites kakakupac az egész csatorna, de nézzük meg, hogy Kaktusz... Hát... Faszom! Akarom mondani, XP milyen trükköket vett be a nézői sajnálatának kiváltására. Tessék! Minek csinálom? Legtöbb komoly csak a pénz a reklámok miatt. Srácok, most fogok videókártyát venni, 60, nem tudom mennyiért, most nem akarok dicsekenni. És nektek, szóval nekem fut a Fortnite, fut minden a játék, ami kell. Azért fogom venni, mert hogy tudjak, ne csak 720p-be, hanem 1860 fps-be streamelni. Nektek. Gyűjtök, nektek. Úgymond. És azért nem válok hálát, csak ne cseszektesetek. Ó, srácok, jó hallottátok, XP a nézőinek gyűjt. Ezért van ennyi reklám a videóban. Gyorsan mindenki iratkozzon fel rá, ez a srác egy szent. Wow! És figyeljétek, most beírjuk, hogy mi az a clickbait.
B-t, öt, na nem tudok leírni, clickbait, és hogyha én ezeket végigolvasgattam, és mind a clickbait, minden azt jelenti, hogy az, ami nem a címben van, és az, vagy nincs benne a videóban, ami címben. Mondok egy titkot, például ez a live is egy clickbait, csak erre azok is rákattintanak, akik mondjuk nem kedvelik a te munkásságodat. Igaz, milyen nagyon zseniális ötlet. Mutatok valamit, figyeljetek, srácok, beírom azt, hogy XP rand, és akkor sok gyerek már ott oltogat engem, meg mit tudom én, XP-s kaktusz szerint ezt nem is láttam 7 órája. Lopott indexképek, na ezeket erősbeszélt, hogy lopott indexképek, miért? Egyedül a momós videónál van az, hogy szinte teljesen lopott. Mutatok valamit nektek, srácok. Melyik videón nem mutassam már, nem is tudom. Mert olyan van, hogy... Mivel nekem nincs kreativitásom az indexképhez, fogok egy indexképet, ténylegesen letöltöm. De teljesen átalakítom, szóval olyan szinted, hogy például ez mindegyik teljesen át van alakítva, szinte nem is az eredeti már, csak egy Olaf van megadva. Ó, valóban? Nézzük is már meg, hogy hogyan alakítod át az indexképeket. Mert a montás, srácok! Na jó, csak két képet gyűjtöttem ki, mivel kurvára nem volt kedvem többet. Köszönöm sok kommenteket. De nem érted tényleg, hogy akik csinálják ezeket a rend videókat, hogy jó érzik magukat, hogy tényleg szórakoztatás számukra, hogy ki nevethetnek, vagy nem tudom. Az az igazság, hogy nem az a lényeg egy rend videósnak, hogy a lófasz, csak viccelek. Persze, hogy az, hogy kinevessenek. Még az a szerencse, hogy nem is kevés indokot adsz erre. Tényleg, nagyon rosszul esik ez nekem, és remélem megértitek. És most is itt látom, hogy írják, hogy ez kamu, ez buzi vagy, ilyenek írokatnak, és ez nincs lelkük ezeknek az embereknek, nem látnak hátulra. Nem látnak a dolog hátulsó részébe bele, és ez nagyon rossz. Ezt a szöveget esküszöm el tudnám képzelni egy 10 évesnek az Instagram posztján. Az élet csúnya, és az embereknek nincs lelkük, ezért nem látnak hátulra a dolgoknak, lol. Lehetek moderátor, srácok, nem, minek? Halott csatornán. Tessék, ennyi volt a nagy like, igazából csak egy lelki terror volt azoknak a nézőknek, aki még valamiért szereti őt, illetve csak egy indok arra, hogy kamuból sajnáltassa önmagát. Habár mondjuk elég erős kijelentés azt mondani, hogy kamuból sajnáltatja magát, mivel azért tényleg elég rossz lehet az, hogy ha ennyien utálnak és kritizálják meg azt a tartalmat, ami mondhatni eléggé kurva szar. Szóval ja. Tök jó egyébként, hogy beszélt a live-ban a rendvideósokról, illetve ugye az a közhiedelem, hogy a rendvideósoknak a legtoxikusabb, gyakorlatilag a nézőtábora, stb. Ezt a két kommentet a ő live-ja alól gyűjtöttem ki. Szerintem ez mindent megmagyaráz. Csodálatosan megfogalmazott. Végül is az embereknek a halálát kívánni, az tényleg nagyon jó. Eddig a videók összetételéről igazából nem is beszéltem. Kaktusz esetében van egy adott Preston Plays videó ötlet, amit egy az egyben lenyúl, illetve az indexképet is. De nem csinál egy külön történetet és színészkedi azt el, mint Preston esetében, hanem a videót egy nagyon hosszú, a videó témájához abszolút nem tartozó, mondjuk Minecraft, Bed Wars, vagy bármilyen más PvP jelenetekkel tölti ki, vagyis kezdi el. Amit el is húz sokszor a videónak a 80%-áig, és valamikor összesen 1 perc az, amiről a videó szól. Ja, és persze basszuk már tele az egész videót reklámba, hogy aki telefonról nézi a videót, annak abszolút élvezhetetlen legyen a videónak a megnézése. Hát mit ne mondjak, szép munka. Na, XP esetében viszont az a helyzet, hogy van egy adott Preston Plays videó ötlet, amit egy az egyben lenyúl, és az indexképet is. Várjunk már egy percet, ez már nem lehet véletlen. Túl sok mindenben hasonlít ez a két csatorna egymásra. A beköszönés, a rengeteg reklám, és még a videók felépítése is. Mi van akkor, hogy... Hát ezt nem merem mondani. De mégis mi van akkor, hogyha ez a két csatorna nem csak hasonlít egymásra, de... Egy és ugyanaz! Meg kell akadályoznom, hogy elterjedjenek ezek a klónok, de hogyan? By the way, úgy veszem észre, hogy a szemüveg jobb fényben feltüntető funkciója nem igazán akar működni, szóval lehet vissza fogom küldeni a picsába. De ez most teljesen mindegy. Most fontos feladatom van. Úristen, be kell jutnom a fos youtuberek adatbázisába. Hiszen már a harmadik tűzfalon megyek keresztül. Nézzük, hogy működött. Ne! Ki kell próbálnom valami mást. Ez sem akar működni, úgy látom.
Gyerünk! Gyerünk, sikerülni fog! Lássuk! Az utolsó tűzfal! Sikerült! Irány a bandókopter! Gyorsan, menni kell! Csak várunk a liftre. Mi lesz már? Gyerünk! Nincs veszteketni való idő. Jó, rendben van. Mivel fogjuk legyőzni szerengetek szart? Hogy mi a módja? Hogy hogyan... Megvan! Click Beatle-el és Minecraft-tal játszok. Új videókártyát veszek. Oh, I'll let you all know.